Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Csobán Katics Bernadett vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Fejlesztések Faddon 1 milliárd forint értékű beruházásokra pályáznak. Fejlesztő beruházás több mint 100 millió forintból bővült a dombóvári cég. Szakképzés 8. osztály után február 22-éig várják a jelentkezőket. Megtartották Szekszárdon a 20. Mészői napot, az író nevét viselő díjat is átadták. Több mint 1 milliárd forintos fejlesztéseket terveznek Faddon a közeljövőben. A beruházások között közvilágítás korszerűsítés, közterületfejlesztés és a sertéstelepi út felújítása is szerepel, de egy modern piac teret és egy multifunkcionális épületet is szeretnének létrehozni a településen. Bár az önkormányzatok nincsenek jó helyzetben az elszabadult energiaárak miatt, Faddon nem állt meg az élet. Több fejlesztést is terveznek a településen. Folyamatban lévő pályázataink közül kiemelném a FAD és Volentőből közötti közvilágítás fejlesztést, ami most már gyakorlatilag a kivitelezés előtti stádiumban vagyunk, tehát tavasszal ez meg is fog valósulni. Aztán van egy piacpályázatunk, ami úgy néz ki, hogy részben elnyerte a támogatási összeg, az igényelte összegnek a jelentős részét. Ezen kívül előkészítés alatt van az úgynevezett sertéstelepi út felújítása, aminek a közbeszerzését még idén tavasszal kiírják, és a tervek szerint évvégéig meg is valósul a beruházás. De a TOP plusz élhető települések programba is nyújtanak be pályázatot, aminek az elbírálása még folyamatban van. Az egyikben 3 közterületfejlesztésre pályáznak a településen belül. Ez tartalmazna egy játszóteret, tartalmazna egy központunkban, a település központjában egy térkövezett parkolót csapadékvizelvezetéssel, és tartalmazna egy közösségi teret, szabadidős tevékenység, ez a Volentőbölbe, egy közösségi térfejlesztést, illetve most adjuk be a napokban az úgynevezett tűzoltólaktanya, a mostani tűzoltólaktanya helyén építendő multifunkcionális épületnek a pályázatát, ami részben tűzoltó szertárként vagy laktanyaként is üzemelne, részben pedig közösségi térként, és a tetőtérbe egyébként lakások, illetve szobák kerülnek, szállások kerülnek kialakításra, hogy az önkormányzat tudjon biztosítani szállást is, hogyha szükség van rá. A tervezett fejlesztések költségei meghaladják az 1 milliárd forintot, amit nagyrészt pályázati pénzből szeretnének majd finanszírozni. 2023-ban is támogatja a magyar kormány a családokat. Január 1-től több olyan intézkedést is hoztak, ami kibővíti a korábbi kedvezmények listáját, így több mint 30 támogatást vehetnek igénybe a családok. Az idei évben anyává váló 30 év alatti nők SZIA mentességet kaptak, és a diákhitelüket is elengedik, valamint a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családok is plusz 10.000 forintos családi adókedvezményre jogosultak. Emellett továbbra is elérhető a babaváróhitel vagy a falusi csok. 9 anyagi káros baleset történt Tolna vármegye útjain szerdán. Egy kis teherautó vezetője elaludt a volán mögött az M6-os autópályán és lesodródott az útról. Az 56-os főúton Bátaszék és Várdomb között egy autós a nem megfelelő követési távolság miatt hátulról nekiütközött az előtte haladó teherautónak. Egy másik autós az elsőbségadás kötelező táblát nem vette figyelembe Szekszárdon, ezért a védett úton haladó kocsinak ütközött, ami egy másik gépjárműnek sodródott. A 6-os főúton Sötétvölgy térségében vaderütés történt az esti órákban. A nap során Dombóváron további 3, még Tamási térségében 2 anyagi káros baleset történt. Az esetek többségét a figyelmetlen sofőrök, a KRESZ figyelmen kívül hagyása és a nem megfelelően választott sebesség okozta. Százmillió forintot meghaladó beruházást adtak át Dombóváron. A haleledel gyártásra és forgalmazásra szakosodott cég egy geotermiával fűthető raktárat alakított ki az összegből. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője az átadó ünnepségen elmondta, a kormány 73 millió forinttal támogatta ezt a fejlesztést. Ünnepélyes keretek között adták át a haleledel gyártással és forgalmazással foglalkozó cég bővítését Dombóváron, mely meghaladja a 100 millió forintot.
A GINOPOS forrásból megvalósított fejlesztéshez 73 millió forintot biztosított a kormány. Tudtuk meg a nemzetpolitikáért felelős államtitkártól, Potápi Árpád Jánostól, Tolna Ád megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselőjétől. 103 millió forintból tudták megvalósítani ezt a közel 400 négyzetméteres új csarnokot. Tudni kell erről a magyar vállalkozásról, dombóvári vállalkozásról, hogy haleledel gyártással foglalkozik. Egyrészt vannak saját fejlesztéseik. Ezen felül magyar vállalkozóknak is gyártanak be különböző hal etető anyagokat. Az 1986-ban alapított vállalkozás 2000-től ma már szinte teljes egészében az etetőanyaggyártással és forgalmazással foglalkozik. A logisztikai raktár, mely a helyi vállalkozók bevonásával készült el, megfelel a mai kor követelményeinek, kialakításakor törekszettek arra, hogy önfenntartó épület legyen. A tulajdonos elmondta, az új épületből bonyolítják le a csomagküldő szolgáltatásokat is. Beszereztünk hozzá gépeket, mint ahogy látják, elektromos targoncákat. A csarnok fűtését azt hőszivattyús megoldással oldottuk meg. Beruházáson kívül ugyan, de továbbfejlesztettük a napelemes rendszerünket, tehát tulajdonképpen most már az a cégnél, amit fogyasztunk villamosáramot, azt a saját magunk meg is termeljük. A közel 4 évtizeden működő cég hosszú távra tervez, ennek értelmében a jövőben is számos fejlesztést szeretnének majd véghez vinni. Csak idén már több mint 5500 migráns akart bejutni Magyarországra, de 50 embercsempészt is elfogtak a rendőrök, mondta csütörtök reggeli rádióinterjújában Bakondi György. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója elmondta, a balkáni útvonalra figyelnek a leginkább, ahol intenzív a migránsok számának növekedése, sőt, korábban nem tapasztalt állampolgárságúak is megjelentek, például indiaiak, pakisztániak, nepáliak, bangladesiek. Túlnyomó többségükben fiatal férfiak jönnek, már nem jellemző, hogy családok is érkeznének. Tavaly óta több mint 1000 határvadász vesz már részt a határőrizetben, valamint megerősítették a kerítést is. Magyarország speciális helyzetben van, hiszen kettős nyomás alatt áll az orosz-ukrán háború miatt. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége álláspontja szerint meg kellene tervezni az élelmiszerekre érvényes árstoppok kivezetését. A közleményben kifejtették, az árstoppok a piaci folyamatok durva korlátozását jelentik, így csak átmeneti intézkedések lehetnek, és addig maradhatnak fenn, amíg az feltétlenül indokolt. A normál piaci körülmények visszaállítása az élelmiszereknél hozzájárulna az ellátási láncok megfelelő működésé. Vagyis ahhoz, hogy a magyar élelmiszeripari cégek ne veszítsenek itthon piacot. Hozzátették, a kistelepülési boltok vissza nem térítendő állami támogatást kaptak a fennmaradásuk érdekében. Az ehhez hasonló támogatásokat továbbra is biztosítani kell, különösen azokon a területeken működő üzleteknek, ahol a bolti kiskereskedelem fennmaradása, illetve a lakosság ellátása veszélybe kerülhet, közölte a VOSZ. Legkésőbb február 22-ig adhatják le jelentkezéseiket azok a 8. osztályos tanulók, akik a szakképzésben képzelik el jövőjüket. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum 8 iskolában 16 ágazatban kínál lehetőségeket. Fontos döntés előtt állnak a most 8. osztályos tanulók. Nem sokára választaniuk kell, hogy hol és milyen területen szeretnék folytatni a tanulmányaikat. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum színes képzési kínálattal várja a fiatalokat. Az intézmény a Vármegye 6 városában 8 iskolában működik. Szekszárdon ezek közül 3 intézmény működik. Az ADI, a Bezerédi és a Hunyadi technikumok. Ha Bonyhád felé megyek, akkor a Perccel technikumot tudom ajánlani, Tamásiban a Vályi szakképző iskolánkat, Dombóváron az Apácai technikumunkat, és ha észak felé mozdulunk, akkor az első István szakképző iskolát, illetve Dunaföldváron a Magyar László szakképző iskolát. Ez a 8 iskola 16 ágazatban és több mint 45 szakmában kínál képzéseket. A főigazgató szerint így a tolnai járás munkaerőpiaci igényeit teljes mértékben le tudják fedni. Hogyha tájékozódni szeretnének a képzéseinkről, akkor a Tolna Megyei Szakképzési Centrum honlapját, illetve az intézményeink honlapját ajánlom, ahol meg tudják tekinteni, hogy milyen ágazatokban milyen szakmákat választhatnak.
a szépészettől a gazdálkodás menedzsmenten keresztül a gépészet ágazatig nagyon-nagyon sokféle a palettánk. A honlapokon továbbá meg tudják nézni, hogy milyen előnyökkel jár a szakképzés, mit jelent a szakképzési ösztöndíj, munkabér. A diákoknak február 22-ig kell leadniuk a jelentkezéseket. Felvételi eljárás egyébként nincs, a tanulókat az általános iskolás eredményeik alapján rangsorolják. 2012-ben nyilvánították január 19-ét a magyarországi németek elhurcolásának emléknapjává, ugyanis 1946-ban ezen a napon kezdődött meg a Magyarországon élő németek szervezett elűzetése. Az otthonaikból kényszerrel elhurcolt lakosokat vonattal szállították nyugatra, hátrahagyva minden vagyonukat. Az eseményről minden évben megemlékeznek Tolna vármegyében is. A térségben Bonyhádról hurcolták el a legtöbb német nemzetiségű lakost. A svábok elűzéséről az akkori minisztertanács az 1945. december 22-én megtartott ülésen döntött. A svábok egy batyúval jöttek, és egy batyúval kell, hogy elmenjenek. És mindezen jogfosztások ellenére magyarországi németek a kitelepítő vasúti vagonok oldalára ezt írták: mi mégis magyarok vagyunk. A 2022-es év volt a harmadik legmelegebb Magyarországon 1901 óta. Több hónap is az átlagosnál legalább 2 Celsius fokkal melegebb volt, a nyári középhőmérséklet pedig országosan a legmagasabb volt a 20. század kezdete óta, írta a múlt évről készített elemzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján. A legmelegebb év a 2019-es, akkor 12,5 fokot ért el az országos átlaghőmérséklet. 2018-ban pedig, amelyik a második legmelegebb volt, az országos átlag 11,93 fokkal került a statisztika második helyére. Emelkedett a koronavírusos halottak száma, derül ki a koronavírus sajtóközpont összesítőjéből. Az előző héten 866 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta 2.191.200-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Meghalt a múlt héten 51 beteg, így az elhunytak száma 48.629-re emelkedett. A gyógyultak száma 2.133.974, az aktív fertőzötteké 8.597-re csökkent. Jelenleg 523 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 61-en vannak lélegeztetők. Gépen. Számos programmal készültek a szervezők idén is Mészöly Miklós születésének évfordulójára. A kétnapos rendezvényen szavalóverseny, könyvbemutató és irodalmi beszélgetés is színesítette a programot, de a Mészöly Miklós díj átadására is sor került, immár 20. alkalommal. Az idei elismerést Seyfert Natália író kapta nemrég megjelent regényéért. Megbocsáthatatlanul szeretem a földet. Nincs erőm megcsalni egyetlen pontját sem. 20. alkalommal rendezték meg a Mészöly Miklós emléknapot a Tolnai vármegye székhelyen január 19-én. A szekszárdi származású Kossuth díjas író 102. születésnapját szavalóversennyel, irodalmi beszélgetésekkel és a nevét viselő díj átadásával tették emlékezetessé idén is. Szekszárdnak azt gondolom, ez nagyon fontos, hogy olyan fajta alkotókra, olyan fajta művészekre támaszkodjon, és olyan alkotóknak a kultuszát próbálja építeni, akik a minőséget képviselik. És Mészöly Miklós már saját életében is ezt mindenki tudta, hogy ő egy nemzetközileg is számon tartott, és mindenképpen a súlyát tekintve egy oda való alkotó volt, író volt elsősorban. Az, hogy az író ilyen erősen kötődött a szekszárdi tájhoz, a Tolnai vármegye székely kulturális életében szerepet vállaló emberekre is egyfajta kötelességet ró, tette hozzá a múzeum igazgatója. A kétnapos programot a város önkormányzata, a megyei könyvtár és múzeum, valamint a Mészöly Miklós Egyesület és a Babits Mihály Kulturális Központ közösen szervezte meg. 2023-ban Seyfert Natália kapta a Kossuth díjas íróról elnevezett irodalmi elismerést. Nagyon-nagyon sokat jelent. Nagyon meghatódtam, amikor megtudtam, mert ugye az van, hogy az író az így dolgozik,
alapvetően mindig, és csak akkor emeli fel a fejét a munkájából, vagy akkor emeli fel egyáltalán a fejét, hogyha így megrázzák a vállát, és ez a díj ez ilyen, hogy mintha valaki megrázta volna a vállamat, hogy emeljem ki a fejem a munkából. És hát soha jobbat, tehát nagyon-nagyon megtisztelő és nagy dolognak gondolom. A díjazottat minden évben a Mészöly Miklós Egyesület elnökségi tagjai választják meg. Ez az egyik legautonómabb díj a hazánkban, hogy aki megkapja, az nem kérdés, hogy mondjuk elfogadja-e, és az, hogy aki Mészöly díjas, most már évekre visszamenően látszik, hogy ők évtizedek múlva is értéket fognak képviselni, és minden választásunk, vagy a kuratórium minden választás az összes Mészöly díjazott szavatolja ezt. A díjátadót a tavaly felavatott Mészöly mellszobor megkoszorúzásával zárták a résztvevők. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradó. Pénzért adták a halottak csontjait, engedély nélkül jutottak emberi maradványokhoz a pécsi vádlottak. Ütötte, verte, kényszerítette terhes élettársát, éveket kaphat a baranyai elkövető. Országos bajnokságon jártak a szaunamesterek, két kaposvári szakember is részt vett a megmérettetésen. Emberi test tiltott felhasználása, ez a vád azok ellen, az orvosok ellen, akik halottakból engedély nélkül eltávolított csontokkal tartottak kurzust Pécsett. Ezen fülorgégész szakorvosok mutattak meg műtéti technikákat a nem szabályosan megszerzett emberi maradványokon. Mindezt pénzért, amiben szerepelt a halottak csontjaiért adott vételár is az ügyészség szerint. Az ügyben szerdán tartottak előkészítő ülést a pécsi törvényszéken. Ezt mondta az az orvos, aki elsőrendű vádlottja a foglalkozása körében üzletszerűen elkövetett emberi test tiltott felhasználásának ügyében indított eljárásban. A pécsi törvényszéken előkészítő ülést tartottak szerdán. Három személy érintett az ügyészség szerint, két fülorgégész orvos és egy boncmester. A vádirat szerint engedély nélkül távolította el halotta koponyájából a sziklacsontot és a nyakszírcsont töredékét a boncmester. Ezekért pénzt kapott a nyomozás adatai szerint a fő vádlottól. 320 csontot adott át, darabját 2500 forintért. Így néz ki a sziklacsont, melynek a belsejében helyezkedik el a középfül, a hallócsontok és a belsőfül, vagyis a hallás egyensúlyozás szerve. Ilyen csontokat kaptak azok az orvosok, akik jelentkeztek a háromnapos pécsi sziklacsont kurzusra. Ők fejenként 60 ezer forintért gyakorolhattak ezeken műtéti technikákat. A harmadrendű vádlott, aki szintén fülorgégész szakorvos, részt vett az oktatásban és a vádirat szerint tudott a csontok engedély nélküli beszerzéséről. Az előkészítő ülésen mind a három vádlott tagadta az ellene felhozott vádakat, nem vallották magukat bűnösnek. Így március 22-én bírósági eljárás indul az ügyben. Munkára kényszerítette, ütötte-verte élettársát egy baranyai férfi, ezért vádat emelt ellene az ügyészség, így hamarosan a bíróság előtt kell felelnie tetteiért. A vádlott még arra is rá akarta venni terhes élettársát, hogy külföldön keressen pénzt prostituáltként. Szidalmazta, sőt fizikailag bántalmazta folyamatosan élettársát az a férfi, aki ellen most emelt vádat a Baranya vármegyei főügyészség. Az italozó életmódot folytató férfi tavaly júniusban felszólította a terhessége 7. hónapjában járó nőt, hogy másnap menjen napszámba mezőgazdasági munkát végezni. A sértett tiltakozott, amin a vádlott feldühödött, és őt arcon ütötte. A nő a bántalmazás miatt elment dolgozni, munkabérét a vádlott elvette tőle, de nem elégedett meg ennyivel. A vádlott arra is felszólította a sértett nőt, hogy menjen el külföldre prostituáltként dolgozni. A nő ezt megtagadta, ekkor a vádlott ismét megütötte őt. 2022. júniusában a vádlott részéről több alkalommal történt bántalmazás a sértett felé. Ezektől a bántalmazásoktól a sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A nő megpróbáltatásainak az vetett véget, hogy egy ismerőséhez menekült, akivel értesítették a családsegítő szolgálatot.
A férfire több évnyi börtön várhat mindezért. A vádlott cselekménye emberkereskedelem és kényszermunka büntettének minősül. Ennek a bűncselekménynek a büntetési tétele 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés. A férfi jelenleg is letartóztatásban van, büntetőjogi felelősségéről a pécsi törvényszék fog dönteni. Az ügyészségnek nincs információja arról, hogy mi lett a magzattal, mondták el kérdésünkre. A 20 év körüli nő és férfi még 2020-ban ismerte meg egymást. Egy Szigetvár környéki faluban élettársként éltek azóta. Az ügyészség 4 év fegyházbüntetés kiszabását indítványozta ebben az ügyben, amit majd az előkészítő ülésen terjesztenek a vádlott elé a bíróságon. A kaposvári fürdő két szaunamestere is részt vett a nemrég Pápán megrendezett országos bajnokságon. A szakemberek azt mondják, egy-egy ilyen seregszemle alatt ők is sokat tanulnak, tapasztalataikat pedig később a munkahelyi tevékenységükbe is beépítik. Különleges felöntést készít az egyik kaposvári szaunamester a virágfürdő wellness részlegén. Ennek a programnak nem csak az illóolaj aromája a része, hanem az is, hogy egy törölköző vagy lepedő segítségével megmozgatják a levegőt, ezáltal intenzívebbé téve a szaunázás élményét. Hasonló feladat várt a virágfürdő mestereire az országos bajnokságon is. Egy szauna bajnokság az egy szaunamester életében elég fontos esemény, ez a 10. jubileumi szauna bajnokság volt. Az ország különböző fürdői adnak erről évről évre lehetőséget. Mi a hétvégén Pápán jártunk. Hát egy szaunamester részéről a felkészülés az elég összetett, mivel a témát mindig megadják egy bajnokságon, nekünk arra kell ráhangolódnunk zenékkel, illatokkal, jelmezzel, díszlettel. Ezt úgy kell összehoznunk, hogy ez vagy egy megható, vagy egy szórakoztató, mindenképpen elgondolkoztató program legyen a vendég részére. Az idei seregszemle központi témája a színház volt. Ez volt életem első versenye, ilyen szauna verseny. Klasszikon már indultam, de a show jellegű sokkal nehezebb szerintem. Hát elég nehézkes volt a felkészülés, de szerencsére a Zsolti kollégám segített nekem azért sokat, meg a csapat is, a vendégek is. Én egy görög istennőnek öltöztem be a programom elején, a második zene az Afrodité Csájt, de Rénen Trit vittem be, aztán egy kimondott görög szerelmes zene, a végére meg a görög Zorba táncot vittem, megtáncoltattam a vendégeket is. A virágfürdő munkatársai folyamatosan tanulnak és fejlesztik magukat, ezekben a törekvéseikben pedig a létesítmény is támogatja őket. Nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy ezt pontos kiemelnem, mert ugye a virágfürdő csapata egy nagy család, tehát pozitívan kell hozzáállnunk az ő sikereikhez, élményeikhez, és azáltal, hogy támogatjuk őket, illetve ugye lehetőséget teremtünk arra, hogy ezekre a versenyekre el tudjanak menni. Egyrészt ugye a virágfürdő hírnevét is öregbítik, illetve új vendégeket vonzanak be nekünk ide a wellness világba. A szauna egész évben a virágfürdő egyik legnépszerűbb szolgáltatása. Ilyenkor a téli megfázásos időszakban ugyanakkor nem csak felfrissülni vágyó vendégek érkeznek, hanem azok is, akik erősítenék immunrendszerüket. A szaunázás ugyanis méregtelenít és jót tesz a bőrnek is. Végül nézzük főbb Tolna vármegyei híreinket még egyszer röviden. Fejlesztések Faddon 1 milliárd forint értékű beruházásokra pályáznak. Fejlesztő beruházás több mint 100 millió forintból bővült a dombóvári cég. Szakképzés 8. osztály után február 22-éig várják a jelentkezőket. Megtartották Szekszárdon a 20. mészői napot, az író nevét viselő díjat is átadták. Pénteken országszerte északi légmozgás lesz jellemző, erősen felhős, borult időben. Éjszaka előfordulhat kisebb havazás is a térségben, és a légmozgás is erős marad. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!